Dolgozik az adogatógép. Ez a régi darab kifejezetten a kezdők számára maradt itt. Nekik segít a labdák tájolásában. De vannak olyanok is, akik már párban játszanak az asztaloknál. Reggel 8-tól délután 4-ig tartanak az edzések, játékok jó hangulatban. A táborban rengeteget fejlődhetnek azok is, akik csak nemrég fogtak ütőt a kezükbe. Ennek a tábornak a lényege összességében, hogy a kezdőkkel és a sportolni vágyokkal megszeretessük a pingpongot. Így több kezdő jött most idén sokkal, mint olyan, aki már előtte pingpongozott. A táborozók a tavaly átadott épület hűvösében edzenek. A Szent László Király utcai volt EPKOSZ telephelyen minden feltétel adott az ifjú sportolók számára. A koronavírus utáni időszakban ugyan kevesebben jöttek, de a hangulatra és a programokra nem lehet panasz. Először van kis, nagyon sok játék, utána pingpongozunk, utána megint játszunk, és utána elmegyünk ebédelni, utána pingpong van, utána elmegyünk haza. És mi a legjobb a táborban? Amikor pingpongozunk. Te hányadszorra vagy itt a pingpong táborban? Másodszorra. És jól érzed itt magad? Igen. Mit csináltok? Meséld el egy napodat. Sokat szoktunk társasozni, nagyon sokat pingpongozni. Aki nem tudott most eljönni a táborba, de szívesen pingpongozna, nem marad lehetőségek nélkül. Kezdőknek és haladóknak heti 2 edzést tart az egyesület. A szombathelyi asztali teniszkör nemzetközi eredményekkel is büszkélkedhet. 2 csapatuk szerepel a nemzeti bajnokságban. A cseh nemzetközi bajnokság U11-es számát pedig igazolt játékosuk Gergely Márk nyerte.